Sziasztok, kalandorok! Mölli vagyok, ő itt Gábor, és elérkeztünk a káosz végéhez. Yeeey! Túléltük! Szóval szeretnénk veletek arról dumcsizni egy kicsit, hogy miért volt ez az egész játék ilyen más, és miért volt ilyen káosz benne, értitek. Szóval összegyűjtöttük szokás szerint, hogy mik a pozitívumjai és a negatívumjai ennek a rendszernek, világnak, és mi egymásnak, amit mi tapasztaltunk. Kezdjük is a pozitívumokkal. Nagyon-nagyon király benne, hogy a karakterek nagyon finom hangolhatóak, ugyanis nincsen benne kasztrendszer, nincsen benne szintrendszer, van rengeteg faj, amiből tudsz variálni, rengeteg pont, amit el tudsz költeni, rengeteg jártosság, amit meg tudsz venni, ami egyébként majd valahol hátrány is lesz, de hogy nagyon finoman hangolható a karaktereknek, egyetlen egy dolga van, amit alapból megkapnak, anyanyelv 5-ös szinten, a 10-es skáláról, minden más neked kell megvenned, írás, olvasás, matek, amit akarsz, konkrétan szakmából van benne 20 akármennyi, ami megvehető. Abszolút, tehát hogy az ilyen nagyon precíz finom hangolás, amit máshonnan lehet hiányolni, az itt abszolút megvan. Ugyanakkor az is fontos kiemelni, hogy még más játékoknál, ami fantazik, ott ugye szeretnek azzal vilódzani, hogy de nekünk ennyi fajunk van, és annyi fajunk van! Igen, 34 kiegészítő alatt! És ezek ráadásul gyakorta átfedések vannak, áll a D&D, ahol vannak bőven kezdő fajok, ismerjük el. Viszont persze mellette ugye ott az elfekből van 3, törpéből 2, halflingből 2, és még sorolhatnám. Szóval a káoszban viszont kezdésből van nekünk 11 fajunk. Valahogy ilyen nagyságrend, és még majdnem mindenből van félvér. Tehát, hogy mi a játékban csak a izéket néztük át, a teljes rendes fajokat a karakteralkotásnál, és ott vannak a szürke manók, mert a manókkal mindenki szeretkezik, aztán ott vannak a fél ork, fél ogár lények, meg egyebek, és mindenből, szinte mindenből konkrét táblázat van arra, hogy ki kivel tud szaporodni. És egyébként ebben a bőséges választékban én azt szeretem a legjobban, hogy nagyon sok helyen a nagy választék az azt jelenti, hogy ugyanaz, csak egy picit más, ez kap egy keveset erőre, ez egy kap egy keveset az ügyességre, ennek van tűzlelete, és így ennyi. Itt meg mindegyik teljesen más faji specifikációk, faji képességek vannak, amik ugye öröklődnek generációkon keresztül. Az, hogy a genymanó az egy kleptomán gyáva fíreg, és ez bele van írva fajleírásba, a gilfek csak nők lehetnek, és ennek is lore alapon rengeteg elősztoria van, és így a faj az nagyon durván sok mindent meg tud határozni. Ezt ahogy egyébként láttuk is a játékban, hogy egy ogár nem olyan jó varázsló tud lenni. Persze. És ez nem is csak arról van szó, hogy itt ezek a fajok, hanem a világ, amiből ezek a fajok jönnek. Egy nagyon-nagyon gazdag világról beszélünk, amilyen sajnos mi annyira nem vagyunk nagy expertek benne. De ismerünk olyanokat, mint például Gyuri, akik abszolút egy csontra benne vannak az egészben, és tényleg jó mélyen elmélyültek ebben a világban. A káoszról, mint már beszéltünk ezelőtt, gyorsan még ezt befejezem, az, hogy ezt az egyedi világát sajnos egy ilyen játékban nem tudjuk bemutatni. Ez az, amit tényleg nagyon nehéz a mi formulánkkal követni, tehát hogyha egy kampányjátékot játszanánk, akkor azért bele lehetne menni ilyen mélyebb lore dolgokba, mi kifejezetten ugye a rendszerekre próbálunk fókuszálni, és arra, hogy egy kicsit így megcsillogtassuk ezt, ami van belőle. Van, amikor jobban, van, amikor rosszabbul sikerül, de minden esetre a célunkjaink között megvan. Aztán majd meglátjuk, hogy egyszer kampány is lesz a csatornán, majd elválik. Itt egyébként tényleg magát a világot annyira, vagy a lort nem tudtuk bemutatni, de az, hogy a világ egy igazi tündérmese, egy mese fantasy az egész, azt nem tökéletesen látjuk belőle így is. És abszolút, egyébként nem véletlen, hogy nagyon jól ki van dolgozva a lore, mert ugye az egész káosz, az John Caldwell káosz ciklusára épít, egy regény sorozatra, aminek a főszereplője egyébként Skandar Graun, egy ork pap, akinek egy olyan buzogánya van, amiben egy démont zártak, és ezért a buzogány néha önmagától kezd el csatározni, meg lengeni ide-oda, és folyamatosan pofázik. A pofázó fegyverek azok nagyon jók. És ha már ilyenek vannak benne, akkor beszéljük egy kicsit a trollokról. És nem feltétlenül csak az internetes trollokról, hanem rólam is adott helyzetben, illetve bárkiről, aki szeret egy kicsit így extrémekbe átmenni. Én állítom, váltik, hogy mi karakterbe maradtunk, de azok, akik hajlamosak egy kicsit is arra, hogy ilyenkor átmennek extrémbe,
és tényleg mindent, amit el tudtok képzelni, ilyen sutyó, szitja point, amit be tudsz nyögni, be fogod nyögni, hidd, de annyira indukálja magát, de annyira, tehát hogy a karakteralkotás is úgy zajlott, akik Patreonon támogatnak minket, hallottátok, hogy ott ültünk, és így hol lehet ezt még így tovább cifrázni? Tehát, hogy mintha csak a rendszer így kérné, hogy igen, kellően hülyének érzed magadat? Gyere, csinálok belőle még nagyobb hülyét! Jó lesz! És egyszerűen nem tudod rá azt mondani, hogy nem, mert így aranyos. Tehát ilyen, olyan, mint a cukros báci a sarkon. Tehát, hogy... Igen, és egyébként lehet komolyan játszani a káoszt. Van rá példa, de ebben pont az a szórakoztató, hogy nem. A világ nem komoly. Tehát egyszerűen nem lehet komolyan venni egy világot, ahol a gamemanók ott vannak. 20 évet élnek összesen, nem tudnak maguknak nevet kitalálni, úgy kell ellopniuk valakinek a nevét. Hol van ilyen? Kinyörgöm, hol? Fantázia bajnokai. Vagy például az, hogy a gnómok azok valójában a földre jött emberek, csak már több évezreddel később, amikor a komputeristenek és a gépistenek által eltorzult emberiség lett a gnómokból, és ők jöttek át Warlock világára, ők a gnómok. Tehát ilyen lore-ral nem lehet komolyan menni az egész világot, és én szerintem ez a játék ez nagyon jó kikapcsolódást tud lenni akkor, hogyha neked nem kell a szabályokkal foglalkozod, mert a mesélő mindent intéz, te meg csak játszol. Így van, és azt nem elfelejteni, hogy ennél, és akkor itt át is térhetünk a negatívumokra. Sajnos az van, hogyha ezt te komolyan is próbálod venni, akkor meg fog jelenni a rendszernek a kis ördöge itt a válladon, és azt fogja mondani, hogy figyelj, ezt te nem gondoltad komolyan. Mert sajnos ez a baj, hogy nagyon könnyedén kiegyensúlyozatlanná válik. Tehát míg a D&D-nél például arról beszéltünk, hogy ha jól dobsz, akkor effektíve tök mindig is hányas szintű vagy, mert attól függetlenül nagyjából ugyanolyan jól fogsz teljesíteni. Igen, 500%-ig esélyed mindig van a kritre, igen. Csak itt meg az van konkrétan, hogy 1% esélyed van egyrészt a kritre, amivel még nincsen baj. A baj az ott jön be, hogy amikor is fogod magadat, és végig gondolod azt, hogy én, nincsenek szintek ugye a játékban, de hogyha én nekem kezdő karakterként ugye 3-asra vihetek fel valamit maximum, és velem szemben jön valaki, aki 4-es, akkor már ugye nagyon más értékeket kell, hogy gurítsak. 1, 2. Az értékek nincsenek feltétlenül jól kiegyensúlyozva olyan szempontból, hogy pont azért, mert ennyire finom hangolni tudsz, nem érzed azt, hogy ez így szar. Tehát borzasztó egyszerűen az van, hogy én azt találtam ki, hogy egy ilyen magic resistens b**s leszek. Ami tök jónak hangzik, nem? Hát baromi jó, Heroes of Might and Magic-be is a magic resistance-et meg a counterspell-t kellett tolni mindenkire, nem? Nem? Nem. Itt nem. Itt tök jól hangzik, csak nem. Fé, a mágia rezisztencia tud működni, ha tényleg szemben találkozol varázslókkal, de hogyha a karakteret arra építed, hogy mi mágia ellenállás leszek, és akkor jön valaki egy karddal, akkor megszívtad, konkrétan megszívtad. És egyébként itt ezzel, hogy könnyen kiegyensúlyozatlanná válik, itt jön elő a rendszernek egyébként egy nagyon másik hátránya, amit ide nem is írtunk föl, hogy borzalmas a szabálykönyv. Tehát az egy dolog, hogyha valami szabálykönyv bújós, mert nem egyértelmű, de a káosznak tele van gyerekbetegségekkel. Tehát azt kell tudni a rendszerről, hogy megírták, kiadták, és mielőtt lett volna ideje elterjedni a játékosok körében, megszűnt a kiadó, nem foglalkoztak vele, eltűnt a postványban, nem lehet megtenni, és ezért senki nem foglalkozott azzal, hogy ki legyenek javítva ezek a hibák. A varázslatok szét vannak szedve a könyvben kódexenként, és benne vannak valahogy. De ha keresed egy varázslatot, az egész könyvet át kell tudnod, hogy hogy van. Kiadtak hozzá egy erratát, egy nem hivatalos erratát, abban van összeszedve ABC sorrendben a varázslatok, hogy melyik oldalon találod. És anélkül nem is ne is akar játszani. Igen, meg igen, se próbáld. A bestiáriumban nincsenek ott a szörnyeknek a nevei. De amúgy fölé van név. Ez most tudom, egy kicsit off-topic meg sztorizás, de hogy ez ugyanaz, ami miatt a D&D-t így valahol szívvel utálom az alapkönyvet. Mert az van vele, hogy amíg faj, oké. Amíg kaszt, még oké. És aztán, amikor jönnek a varázslatok, ja. Na ott van az, hogy miért nem lehetett ezt vagy ABC sorrendbe, vagy nem is ABC tudom. Van. Ja igen, bocsánat, tehát ABC sorrendben van, de össze-vissza van. Tehát, hogy azzal van a baj, hogy amikor is azt mondja, hogy jó, és akkor most válasszunk 3 spellt, hogy ne. És ilyenkor jön az, hogy tök jó, mert a D&D-nél legalább ugye online elérhetőek olyan listák,
például a 5th edition spell lists, amit én is szoktam használni, ahol is ott van, hogy rámész, hogy cleric, 2-es szintű spell, ott vannak a spell, rányomsz, látod. Illetve a D&D-nél rengeteg átfedés van a kisebb spellek között. Ugye, hogy effektíve ugyanaz, csak az egyik az acid sebet, a másik meg fire damage-et okoz, de ugyanaz technikailag. És egyébként, amíg még csak a player's handbook-kal dolgozol, addig még valamennyire kezelhető, mert össze van szedve, hogy kasztonként igen. De amikor már bejön az, hogy van egy kiegészítő könyvem, van még egy másik kiegészítő, és az ingyenesen letölthető Players Companion-t is használom. És az egyik játékos megjelenik azzal, hogy jaj, a neten láttam egy olyan karaktert, mint a Bloodhunter, és akkor a mesélői kiugrik az ablakon. Tehát, hogy ilyenek is előfordulnak, de itt a káosszal nem ez a baj, mert a D&D-ben azért logikusan fel van építve a szabálykönyv. Igen. Ha valamit keresel, akkor azt legalább tudod, hogy hol keresd, igen. És van szószedet, ami segít, hogy melyik oldalon van. Igen. A káoszban nem. Tehát az most szerintem ki is lett vágva a videóból, hogy mi a Gyurival konkrétan nekiálltunk keresni azt, hogy a fegyver előrántás az mennyi szegmensbe kerül. Így van. Mert hogy a harcnál nincsen leírva, a mozgásnál nincsen leírva, az egyéb cselekvéseknél nincsen leírva, a szegmenseknél nincsen leírva, és valahol máshol egy bekezdés közepén fél mondattal meg volt ejtve. Tehát, hogy nincsen jól szerkesztve, nem találhatóak meg benne az információk, egyébként is olyan szabályai vannak, hogy nagyon sok benne az összefüggés, és ez nincsen jól szerkesztve. Igen, illetve a probléma az, hogy nem is csak az, hogy nincsen jól szerkesztve, de hogy értsétek, nagyjából szerintem egy jó 15-20 percnyi anyagot vettünk ki, ami csak abból áll, hogy valaki spellt keres, vagy szabályt. És ugye persze ezt le tudod improzni, de mivel épp ugye a videó elején beszéltünk arról, hogy ugye a rendszert akarjuk bemutatni ezáltal, ugye valamennyire a szabálykövetést is meg kellene tartani és ehhez. Azt hozzá kell tenni, hogy a Gyuri azért 7 éve meséli a káoszt, és ő sem, és még ő sem. Igen. És ő sem tudja, mert sok benne az átfedés, ilyen kis speciális dolog. A társas játékok világában Lacerdához tudnám hasonlítani, hogy jól össze van rakva, meg logikus, de annyi apró szélszarra kell emlékezni, ami befolyásol dolgokat, hogy ez megnehezíti a játékot, és nem is csak a szabályok szempontjából, hanem itt a harcrendszer is, most nem jöttünk fel ide előny, az hátrány most sehova, mert ezért konkrétan ehhez a játékhoz kell egy olyan kategóriát csinálnunk, hogy ami valahol előny, valahol hátrány, és a szegmentált harcrendszer például pont ilyen elméletben nagyon jól működik, és hogyha a mesélő rendszeresen, heti szinten játszik a rendszerrel, a játékkal, és pontosan képben van, hogy milyen nehézséghez, milyen szintek, mik kellenek, akkor nagyon élvezetesen ki lehet mesélni ezeket a kalandokat, a harcokat. Volt rá példa, mert tapasztalatok, zseniálisan lehet, de addig, amíg nem ölsz bele hónapokat csak a rendszerbe, meg a harcba, addig nagyon akadozó. Igen. Ez abszolút olyan. Jó, hát az utolsó, amit már így többen így átmentünk közben, ahogyan beszéltünk róla. Én két dolgot említenék még. Az egyik az a Wild Magic. A Wild Magic, vagy ugye itt a vadmágia, az egy olyan dolog, ami mindig is számomra nagyon izgalmas volt. Én például D&D-ből futtatok kampányt, és hát ott jött egy játékos, hogy a Sorcerer-t szeretne hozni. És akkor ő mondja, hogy hát, hogy ő így a Wild Magic-en így elgondolkozott, de olyan túl izének érzi, szóval akkor is ekkor mondtam azt, hogy nem, nálam a Sorcerer csak Wild Magic-et választhat, az úgy jó lesz. Sokat a izgalmasabb és viccesebb. Így, amikor Greg azt mondta, hogy ő egy ilyen Wild Magician-t akar hozni, go for it, hajrá, csináld! Csak aztán jött az, hogy a Wild Magic, ahelyett, hogy egy ilyen hatalmas, nagy ilyen cirkuszi mutatványnak tűnjön inkább, ahelyett így az van, hogy így tudod kontrollálni, de nem, és ahelyett, hogy inkább ilyen instabil átjárás biztosítana szintek között, tehát hogy ahelyett, hogy egy ilyen hatalmas nagy tűzhullámot idézne, egy ilyen tűzfingás lesz belőle, vagy valami. Vannak ilyenek. Tudom, nem az, csak tehát ahelyett, hogy egy ilyesmi jött volna ki belőle, ahelyett egy ilyen instabil baromságnak érződött, amit nem, de nem azt te számlád el írok, mert félreérted, nem, én csak azt akarom mondani ezzel, hogy amit vártam,
Tehát kivételesen voltak így ilyen várományosaim a játékkal kapcsolatban, mert még más játékoknál az van, hogy hát így láttam, meg hallottam, de így nincsen nagyon semmi, mint például mondjuk a Doctor Who, amiről te mondtad, hogy tök jó, meg minden, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle, vagy a Fantázia bajnokai, ahol úgy szint így voltam vele, és itt meg az lett belőle, hogy így igen, és a Gyuri is annyit mesélt, és te is annyit meséltél, és aki volt a rendezvényen, Rója Palit ismeri, Rója Pali is elmondta ezerszor, hogy ilyen baromi jó a káosz. És én ott ültem, hogy igen, Istenem. És az utolsó, amit én kiemelnék, és ez nekem... Ehhez a vadmágia, igen, mondja nyugodtan. Hozzáfőznek, hogy ehhez, ahogy a játékban így nézett ki a vadmágia, ehhez egyébként még két dolog az, ami nagyon befolyásolta. Egyrészt, hogy a vadmágiát rendszer szerint lehet előnyből és hátrányból felvenni, ja, igen, teljesen máshogy viselkedik. Ha hátrányból veszed fel, akkor egyáltalán nem tud kontrollálni, és néha kirobban. Ha előnként veszed föl, akkor meg elvileg tudod kontrollálni, és ha elrontod a varázslatot, akkor jön a random mágia. És itt jön elő az, ahogy a Greg kijátszotta, hogy ő direkt arra ment, hogy majd random mágia, random mágia, random mágia, és vadmágusként egy hármas szintű spell az nehéz. Tehát ott egy kettes, szabálykönyv szerint inkább egyes szintű spellekkel próbálkozol, mert az neked már hármas nehézségű. Igen. Én ezt szoktam úgy módosítani, hogy csak egy szint nehézséget adok hozzá, mert különben játszatlan teljesen az egész. És ennek ellenére Greg ugye folyamatosan a 4-es, 5-ös, 6-os szintű varázslatokat hozta, mint esélytelen, hogy bármikor összejöjjön, 0-5-ös célszámánál dobjál, és ezért jöttek mindig a random mágiák, ahol ugye szintén dobsz a D-szerző, hogy milyen típusú hatása lesz, és így nem. Tehát amikor egy ilyen harci szituációban kénytelen vagyok bemesélni egy területre ható semleges mágiát, oké, akkor tessék kékbőr. Vagy egy területre ható pozitív mágia, akkor gyógyuljon mindenki, ahogy senki nem sérült, hát így jártatok. Tehát hogy ez megint egy olyan dolog, hogy akkor tudod jól balanszírozni, hogyha így ismered egyébként akár a mágia könyveket, a mágiákat benne, és egyebeket. Na, és igazániból annyiról van még itt szó, hogy, és ez nekem személyes színfájdalma, míg az Aliennél például ugye meg tudod csinálni azt azért viszonylag jó átjárással, hogy én hozok egy civilt, aki így ért a fegyverekhez is, meg ért a technikához is, meg tehát ez így össze tudod szedegetni dolgokat. Itt sajnos viszont az van, hogyha valamit te szeretnél játszani, szeretnél egy kasztert játszani, szeretnél egy harcost játszani, akkor viszont ettől függetlenül az a helyzet, hogy bizonyos skilleket igazándiból nem kötelező felvenni, csak de. Tehát még mondjuk a D&D-ben, hogyha te azt mondod, hogy én fighter leszek, és mit azt mondod, hogy human fighter, az a leggyakoribb, mint tudjuk, én azt választom, akkor ugye fixen adja azokat a skilleket, amik proficientek ugye a fighternél. Utána választasz egy backgroundot, ami úgy szint ad még hozzá. De ennyi. Schluss, passz, szevasz, ennyi volt. Ugye, hogyha nagyon basic akarsz lenni, akkor a soldiert választod, és akkor aztán tényleg kimaxoltad az összeset, amit el tudsz oda képzelni. Na most, itt azzal jön a cink, hogy itt nem kötelező, de az a baj, hogy amikor is azt mondom, hogy én szeretnék varázsolni, az nekem nem elég a varázslást, vagy ne. Előbb írni, olvasni megtanulsz, büdös paraszt, aztán megtanulod az adott nyelvet, amin kasztolsz, és aztán utána még fölveszed a mágia ismereten, az eszencia felszabadítást, ha akarod, hogy legyen manád. Nem kötelező, csak így nem árt, hogy legyen. És akkor ezen felül még akkor valami mágikus pajzsát, mert ugye rád fognak elsőként támadni, meg visszalőni, meg minden. És itt jön nekem a legnagyobb problémám, míg D&D-ben például meg tudod azt csinálni, hogy én hozok egy wizardot, aki 2-3-as szinten, hát eléggé papírzacskó, tehát hogy ténylegesen kipukkan, mint egy fornet is, mi az már zacskó, amit felfújsz, de ettől függetlenül sebezni tud, tehát rá fognak menni, hogyha megtehetik, mert hogy veszélyes, itt nem veszélyes. Tehát, hogy a legdurvábban sebző valamilyen 5-6-ot esetleg így sebez. Jó, kezdőszinten is egyébként ez... Persze, de utána meg olyan szintű ugrás van, ahogyan néztem a spelleket, hogy ez nem igaz. Tehát igen, most ugye 3-as tudtam legnagyobban fölvenni. A legdurvábban sebző spellem az ilyen nagy nehezen, ha maxot dobok, akkor 10-et sebzett. Ha fölmegyek 4-esre, akkor simán ilyen 30-akat, 40-eket viszont oda lehet zúzni, de olyan irgalmatlan spellek vannak, hogy az nem igaz. Igen. Tehát, hogy ilyen kisebb földrengéstől kezdve már az ilyen földszakításig, meg tűz, csóva, elementál, teremtéses, meg a**tor, nem tudom mi az úristenig, vannak dolgok, hogy az nem igaz. Úgyhogy ilyen a káosz. Egy kaotikus, élvezhető,
és egy nagyon jó ötlet, amit sajnos nem fejtettek ki eléggé. De! Nem hivatalos kiadásként, hanem rajongói fejlesztésben jelenleg készül a Chaos 2.0. Nem értünk rajonganak, jó? Bár örülnénk neki, hogyha az is meg lenne. Tőlünk teljesen függetlenül zajlik ez jelenleg. Gyuri is tesztelő benne, minket is felkértek, hogy teszteljük, és ha elkészül, akkor be fogjuk mutatni ezt is a csatornán valamilyen formában. Úgyhogy látni fogjátok. Én azt mondom, hogy a világgal mindenképpen érdemes ismerkedni. Abszolút. Akár a játékkal is, de hogyha valaki komolyan gondolja, akkor lehet, hogy érdemesebb megvárni ezt az új kérdést. Ami még akár lehet egy év is, másfél év is, tehát hogyha tényleg érdekel a világ, akkor ne várj meg. De addig érdemes abba belefektetni nagy energiát. Ugyanis, kiknek ajánljuk? Én nagyon ajánlom azoknak az embereknek, akik szeretnének egy nagyon kiforrott, kidolgozott világban, hosszú távon, kampányban játszani. Egy karakteralkotás úgy, hogy pontosan tudom, mit csinálok, másfél óra. Ha fogalmam sincs az egészről, akkor 3-4 óra is lehet egy karakteralkotás, ezért vásatokra nem alkalmas, a kampányra igen, a fejlődés az nagyon jól ki van benne dolgozva, szépen tudnak felíverni a dolgot. És tegyük hozzá, hogy ez pontosztásos ennyi idő. Tehát, hogy nem olyan lesz, mint a következő játékunk, ahol kérdésekre válaszolsz, és a karakter backstory-et építed, itt csak pontokat osztasz. És számolsz. Több 1000 XP-t, tehát tényleg életemben először vettem elő kalkulátort karaktergennél, hallod? Igen, mert 10.000 jártosság pontot osszál el, az első három szint 300-ba kerül szintenként, de hogyha 70-es az ügyességed, akkor 15%-kal olcsóbb, és akkor... Szóval ilyen. És emiatt én azt mondom, hogy csak kampányban szabad benne gondolkodni, és mivel a szabályrendszer és a szabálykönyv is rosszul van megszerkesztve, ezért akkor lesz igazán élvezhető és jó a játék, ha legalább a mesélő, de jobb esetben a játékosok is beleölik azt a sok energiát, ami a játéknak a megtanulásához, megértéséhez kell. Inkább a második. Inkább a második, mert hogyha, ha viszont ezek megvannak, akkor is zseniális világot kapsz, és nagyon jó a sztorikat lehet benne játszani, nagyon szépen ívelő karakterfejlődéssel, úgyhogy én kampányra bátran ajánlom, csak tény, hogy energia és idő kell hozzá. Nagyon tudom ajánlani egyébként murderhobóknak, mert hogyha hozol egy ogárt a 110-es erővel, 9-es gyorsasággal, de 100-es erővel az fegyversebzésre már plusz 4-es sebzésszorzót kapsz. Egyszer sülsz oda, és meghal valaki, mert 50 sebzést ki lehet osztani belőle simán. Na, ezért nem hoztam harcosogárt. Igen. Pont ezért. Igen, tehát hogy murderhobók tudják játszani, egyedül be tudsz rohanni, az is tud működni. Lootolni is tudsz bőven. Határozottan, rengetegféle fegyver van benne. Az is nagyon szépen ki van dolgozva. Abszolút, ilyen magic artifact, amit el tudsz képzelni egy ilyen játékhoz, ilyen varázstárgyak tekintetében, az benne van a játékban, tehát azzal nincsen baj. Kinek nem ajánlom viszont, annak nem ajánlom, aki egy, nem hajlandó energiát fetszölni egy játékba. Tehát, hogyha úgy ülsz le, hogy jó, játszunk valamit, akkor ez nem a te játékod lesz. Arra ott van a Doctor Who például. Hogyha viszont úgy vagy vele, hogy jó, oké, igen, próbáljuk ki, tök jó, de nem szeretsz matekozni, de úgy tényleg nem szeretsz matekozni, és most nem az, hogy diszkalkuliás vagy, hanem hogy tehát nem szeretsz számolni fejben, akkor ez nem a te játékod. Hogyha... Igazából a karakteralkotás annyira nagyon számolós játék, közben elég, ha a mesélőképben van. Jó, csak attól függetlenül is, tehát azért oda kell rakni, hogy azért játékosként is számolni akarsz. Igen. Tehát azért igen, úgy érezni akarod, tehát ez volt az első olyan játék, ahol elkezdtem így gondolkozni azon, hogy jó, és most neki hányas lehet a jártassága ebben, és ebben, hogy hányra fogok dobni, és hogyan, és mind, érted? Tehát, hogy mert így fel tudod mérni az ellenfelet itt, de ehhez megint ismerni kell. Tehát, ez olyan, mint máshol egy-egy harcrendszer, tehát hogy csak akkor működik, például a Dragon Age-nél, tudod, hogy megütöm, visszaüt, és átmegy ilyen mobás izébe például, de hogyha mindenki ismeri, hogy és akkor most nem megütöm, hanem slash-elek, aztán dodge-olok, aztán guard-olok, és aztán, tehát hogy ismeritek ezeket az ilyen pici-spéci dolgokat, akkor baromi jó tud lenni. Igen. Itt viszont sajnos nem tudod azt megcsinálni, hogy fogod magadat, és akkor így elengeded az egészet, mert sajnos muszáj, hogy te fókuszban maradjál. És tehát pont ezért van az, hogy el fogsz kezdeni poénkodni, mert nem akarod ezt annyira komolyan venni, csak mellette meg a rendszer olyan, hogy
akarja, a világ meg nem akarja. Igen. Tehát szerintem egy ilyen lájtosabb rendszer, nem annyira lájtos, mint mondjuk a fantázia bajnokai, de valami hasonlóan ilyen kis popcorn rendszer, amit lehetne, ha egy ilyesmivel lenne megtámogatva, akkor a szegmens rendszer is sokkal jobban működne. Igen. Összesítve viszont, és, vagy még, akkor kinek, még van, bocsánat. Kinek nem ajánljuk még? Kezdő mesélőknek. Biztos, nem. Hogy ne. Mesélőknek nem. Akinek nincs olyan mesélője, aki már ismeri a rendszert, és legalább játszott benne. Tehát ehhez a fajta játékhoz elengedhetetlen az, hogy legyen benne tapasztalatod. Egy D&D-t elő tudsz venni, elolvasod a szavát, és akkor mesélsz belőle a többieknek, nézel belőle videót, oké, rendben működik. Itt nem. Itt csak olyan mesélővel érdemes leülni, aki már játszott benne többet, jobb esetben már mesél többször. Ilyen a rendszer. Ez van. Összességében a Káosz egy élvezetes, összeszeretlen és egy szerelem projekt, hogyha úgy tekinthetünk rá. Egyértelműen az volt a cél mögötte, hogy valami olyasmit kreáljanak, ami nagyon más, mint a mágus, és ez meg is látszik rajta, legalábbis én szerintem mondhatom, hogy mi bízunk abban, hogy most ez az új kezdeményezés, amit elkezdtek, Gyuri is, és mások is, akik ennyire szeretik ezt a világot, hogy egy kicsit gatyába rázzák, és hogy egy sokkalta élvezetesebb, sokkalta többszínű és sokkalta letisztultabb játékot kaphassunk. Ez enyhén ilyen előre pajtással kommunistán hangzott, de jó lesz. Yay! Szóval ezek voltunk mi, és ez volt a Káosz. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, reméljük tetszett. Ha marad kérdésetek, amire nem válaszoltok, akkor kommentekbe jöhet, mindent olvasunk, mindenre válaszolunk. Mint mindig. És ha úgy gondoljátok, hogy kicsit segítenétek a csatornán, akkor csak nézzétek meg a Patreont, hogy mit tudunk nektek biztosítani. Kaptok néha infókat, ott például a Patreonon a támogatóink már tudják, hiszem lassan 2 hete, hogy mi lesz a következő játék. Úgyhogy nézzetek rá, és ha úgy gondoljátok, hogy tetszik, amit tudunk nektek nyújtani, akkor megköszönjük, ha egy-egy dollárral akár segítetek a munkánkat. Abszolút, ezen felül kikerült egy kép rólam, amit Dori csinált, és ez alá írtam, hogy ki az, aki meg tudná tippelni, hogy mi lesz a következő játékunk. És többen írtak több mindent, voltak átfedések, általánosságban, ami 3 dolog jött. Az egyik volt a Vampire. A válasz nem. Láttam, hogy nagyon megfogta az embereket, mert sötét a kép, és csak 10 oldalú kockát látsz rajta. Igen, ez már egy jó kezdet. Láttam olyat, aki azt írta, hogy Call of Cthulhu 7th Edition. Sötét a kép, igen, 10 oldalú, igen, de azért ilyen epic monster azért még egy annyira nem. Viszont, és itt hatalmas pacsi, ami veszprémi májerünknek, aki fenomenálisan minden egyes héten legalább egyszer ír nekünk, és a mai napig ígéri, hogy lemars terraformál minket a sárga földig. Gruber Szabinak, aki olyan szinten telibe trofálta a Seventh Sea-t, hogy az nem igaz. Úgyhogy a következő játékunk a Seventh Sea lesz, ami egy nagyon-nagyon egyedi világból származik. És a vendégeink pedig, az majd kiderül a következő szabálymagyarázó videóban, de hogyha valaki követ minket Patreonon, akkor ott már ejtettünk el néhány információt arról, hogy kik lesznek a vendégeink, annyit lehet tudni biztosan, hogy 3 youtuber kolléga jön. És kollégina. Kollega és kollégina. Jóos. Szóval, HARR MATEYS! We await you at the Seventh Seas! YARR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